A telepesek számára a 18. század második felében építette a Kárás család ezt a barokk templomot, amelyet 1795-ben fel is szenteltek Nepomuki Szent János tiszteletére. A Havas Boldogasszony plébánia templom neve csak 1960 óta viseli. Az ünnepi szentmisét Szakály József, szabadkai plébános címzett prépost mutatta be, aki elmondta, hogy a húsvét után a legfontosabb ünnep egy templom felszentelése. Egyáltalán nem mindegy, hogy a templom csak megáldott templom, tehát úgymond használatba vételi joga van a közösségnek, vagy pedig püspök által konszekrált, vagyis felszentelt épületről van-e szó. Úgy hiszük, hogy az imádsági talán egy picit jobban, hatékonyabban az ég felé száll akkor, ha a püspök imádság ezt a helyet különleges módon is úgymond kiszakította a környezetéből. Hiszen a szentelés azt jelenti, hogy a térnek ez a falak által körülhatárolt része, ez most már az Úristenhez tartozik, ez az ő háza. A homokos horgosi talaj nem kedvezett az alapnak, ezért az megrepett, és az 1800-as évek elején az egész tornyot le kellett bontani, majd újraépíteni. Ez a torony pedig megint egy kis a történelem folyamán 1961-ben szeptember 2-án hajnali órákban leégett, úgyhogy ilyen viharos története van ennek a horgosi templom toronynak, hol megrepett, hol leégett, és utána, amit visszaépítettek, az sajnos már nem olyan pompás és díszes, de a rendeltetését megteszi. A történelem folyamán az órát villamosították, illetve harangokat is a katasztrófa után, 3 új harangot vásároltak annak idején a templom tornyába, amik buzdítsák a híveket, illetve emlékeztetik a kötelességükre. Ákos atya hozzátette, sajnos idén a húsvét hagyományos megünneplése elmaradt, de örül annak, hogy most megtelt az Istenháza, és ünnepélyes keretek között történhetett a bérmálás, valamint a 225 éves évforduló megünneplése.